Születi fesztivál, pöttön fogadó a Takács Péter úti óvodában, Halloween-tök, leégett a házuk. Jó estét kívánok! Örök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. október 28-án 18 óra 5 perckor. Az iskolától indulva a város főterére születi felvonulást szervezett a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum Óvoda. A felvonulás után a városháza előtt műsort adtak a diákok, majd az iskolában születi mulatság kezdődött. Mint Földváriné Simon Ilona igazgató elmondta, szerettek volna újítani a korábbi évekhez képest. Az évek óta zajló hagyományos születi napjukat megismertetni a várossal is. Így az alsós munkaközösség tanítói most felvonulást szerveztek, és a szokásos énekes-táncos műsort a városháza előtti téren tartották meg. Hát gondolkodtak az alsós munkaközösség tagjai, hogy hogyan lehetne egy kicsit színesíteni az egyébként már megszokott születi mulatságot, és hát nem kellett sokat gondolkodni, nem kellett nagyon találgatni. Végül is úgy döntött a kis alsós közösség, tanítói közösség, hogy kivonulunk. Kimegyünk, a Kossuth téren végig vonultunk, mindenféle kereplőkkel, különböző ütős hangszerekkel, kis kalappal, tehát úgy megadtuk a módját. A közös tánc után a felvonulók visszatértek az iskolába, ahol vicces születi és őszi feladatokkal várták őket a tanítók, míg a helyi népművészek közreműködésével kézműveskedhettek a gyerekek. A városháza előtti téren volt maga műsor, egy összetett kis születi műsor volt, és egy hagyományos táncház. Aztán a kivonulás útvonalán az osztályok, és hát ugye erről a táncosok, illetve az óvodások, mert az óvodásokat is meghívtuk, visszavonultak a sportpályára, és akkor itt különböző állomásokat készítettek a pedagógusok, különböző állomások várják a gyerekeket, hát elsősorban kézműves foglalkozások, illetve mindenféle őszhöz kapcsolódó játékok, például a diótörés, aztán a kukoricamorzsolás, illetve hívtunk meg népi iparművészeket is, ahogy szoktunk, és ők eljöttek, és tulajdonképpen színesítik a programunkat. Mézes kalács készítés, aztán csuhéi baba készítése, fafaragás, és így próbáltuk ezt a programot gazdagítani. Vannak olyan feladatok, amelyek versenyszerűek, tehát lehet majd vásárolgatni is, tehát egy ilyen vásárféle is van a programban, illetve, ahogy korábban említettem, verseny is, kenyérevő verseny, mégpedig vajas kenyér, zsíros kenyér. Tavaly és a korábbi években lekvárt kentünk a kenyérre, de sajnos az volt a tapasztalat, hogy a méhek nagyon megtámadták a kenyeret, és ezáltal a gyerekeket is, úgyhogy most zsírral, vajjal készültünk, és nyilván akkor ez egy verseny lesz, hogy a kifüggesztett szelet kenyeret ki tudja hamarabb elfogyasztani. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Takács Péter úti óvodájában is megtartották a pöttő fogadót, ahol a szeptemberben érkezett gyermekek óvodássá fogadására került sor. Posztósné Kovács Éva tagóvoda vezetőtől megtudtuk, hogy a napot két részre osztották. Reggel két órát biztosítottak arra, hogy a gyermekek szülei betekinthessenek az óvodai életbe. És ennek a rendezvénynek egyik momentuma az, hogy a szülő és a gyermek együtt játszhasson, a gyermek megmutathassa a szülőnek a csoportszobáját, kipróbálhassák együtt az itteni játékokat. Igazából ilyenkor a gyermek mutatja meg a saját óvodai világát a szülőnek. És ennek mi nagyon örültünk, hogy az idén ezt meg tudtuk valósítani. Négy kis óvodásunk érkezett szeptemberben hozzánk, ők 3 évesek, és a 2 csoportunkban 2-2 gyermek érkezett.
Mindkét csoportban tartottak az óvoda pedagógusok kreatív és mozgásos foglalkozást az óvodásokkal, ahol a szülők láthatták gyermekeiket játék és tanulás tökfaragás közben. Ez követően kezdődött a pöttönfogadó, ahol is néptánccal és egy mesével kedveskedtek a nagyobb óvisok a kicsiknek. A mai nap programja, miután a szülőkkel kijátszották magukat a gyerekek, és különböző dolgok készültek a csoportokban, nálunk például egy töklámpás is mafaragolult, mafaragták ki a gyerekek az óvodapedagógussal együtt. 10 órakor találkozik a két csoport, és akkor fogjuk egy műsorral színesített kicsik befogadó rendezvényét megtartani. Kapun fognak árbújni a kicsikék, versekkel, dalokkal fogjuk őket köszönteni, és hát az évszakra való tekintettel, meg az őszre való tekintettel a hagyományápolásnak is nagy hangsúlyt adunk, ezért szüreti népi játékokat fogunk játszani. Különböző mondókákat sorolunk el együtt a gyerekekkel. Ezután kimegyünk majd a teraszra, és szőlőt fogunk préselni. Majd tököt fogunk hurcolni talicskában. És ha még mindig lesz rá energiája a gyerekeknek, akkor még kukoricát is morzsolunk. A répa meséjének lejátszása után körjátékokat játszottak, majd egy jelképes kapun pedig átléptek az újonnan érkezett gyermekek, majd megkapták óvónéniüktől a jelüket, és ezáltal már valóban takácsos óvisok lettek. A kis csoportosaink már beszoktak, viszont ez az első alkalom, amikor a szülő és a gyermek együtt van a teremben, és a gyermekek viselkedését ez egy kicsit megbolygatja. Tehát ilyenkor az anyához való ragaszkodás az erősebb, mint a csoporthoz való ragaszkodás, de ennek mi örülünk igazából, mert ez a gyermek akkor egy olyan szerető légkörből érkezik, hogy a család az nagyon fontos szerepet tölt be az ő életében. Bízunk abban, hogy így folytathatjuk ezt a nevelési évet, és a tervezett és a hagyomány szerint működő rendezvényeinket valóban meg is tudjuk tartani. Ezt követően az udvaron szüreti foglalkozás kezdődött, ahol volt mustkóstolás, sok játék, és közben az őszről, a szüretről, a hagyományokról is beszélgettek a kicsikkel a szakemberek. Egyre népszerűbb ősszel a sütőtök fogyasztás és október végén a Halloween tök faragása, ugyanakkor, míg az előbbiek finom csemegék, addig a dekorációs célra szánt tökök közül nem mindegyik ehető, és már kis mennyiségben is komoly rosszulétet okozhatnak. Ezt például úgy faragnám ki, hogy levágnám a tetejét, kiszedném a közepét, két szemet és fogakat, szájat csinálnék neki. Óriás Halloween tököket termeszt fegyverneken Huber István őstermelő. Ilyenkor következik a Halloween időszak, többfajta Halloween tököt termelünk, vannak ezek a nagyobbak, ez a gigant, meg ilyen 3 kilótól 10 kilóig egy másik fajta Halloween tök, amit szoktak faragni. Mindenféle korosztály keresi, most lesz majd az óvodákban, iskolákban tökfaragó verseny. Idősebbek is viszik gyerekeknek. Van, aki már megveszi előre, hogy biztos, hogy jusson, de legjobban az utolsó héten viszik, úgy, mint a fenyőfát karácsony előtt, hogy utolsó pillanatokra hagyja. Ez már frissebb nem lesz, mert igazán le van szedve, ilyenkor nyugodtan meg lehet már venni. A zöldségek áruházak általában Halloween tök néven árulnak, a biológiailag a cukkini, a patiszon és a spárgatök rokona. Alkoholos filccel ide rajzolunk neki szemet, és akkor így megcsináljuk, hogy megálljon, levágunk az aljából, és akkor kis hattyú lesz belőle. Ez is a dekorációnak a része lehet akár, vagy magába is. Minél ijesztőbb legyen, ez a Halloweennak a lényege. Úgy szoktam kifaragni a tököket általában. Internetről nézem a mintákat, hogy miket faragjak, szoktam nagyobbakat, kisebbeket faragni, ilyen 4-5 darabot szoktam általában faragni, ezt mécsesre lesz, csak kiteszem, meggyújtom benne a mécsest, és szépen szép dekoráció. Hogyha nagyobb dekorációt csinálok, akkor dísztököt is szoktam használni hozzá. Utóbbiakat étkezési célra zsengén szedik le, de termésük éretten már kemény és ehetetlen. Magyarországon a halloweentök dísztípusa terjedt el, ami nem ehető. A halloweentök nagy, narancssárga színű és díszítésre alkalmas. Hát ezeknek elég vékony a haja, nem nagyon nyomja a súlyt, 300 forint kilója,
Ahogy elültettük, itt nálunk nem volt eső. Egész nyáron abban a 40 fokos melegben minden nap locsolni kellett, mert kezdett elhárvadni. A különösen kisméretű, dekoratív fajták sok keserű anyagot tartalmaznak, amelyek a kellemetlen ízük mellett mérgezőek is lehetnek. Kigyulladt egy családi ház Kunmadarason, 4 ember otthona semmisült meg. Teljes terjedelmében égett egy 70 négyzetméter alapterületű családi ház belső tere. Az éjszaka folyamán nem tudjuk, hogy mi okozta a tüzet, kigyulladt az egész lakás. Szerencsére senki nem tartózkodott benne, úgy értve, hogy nem esett senkinek bántódása. Mindenük oda lett. Most próbálunk segíteni, amit tudunk, megteszünk azért, hogy kapjanak bármilyenféle segítséget, támogatást, mert sajnos mindenük oda lett. Nem tudjuk, hogy mi lesz tovább velük. Majd elválik. A karcagi hivatásos és a kunhegyesi önkormányzati tűzoltók vonultak a helyszínre, akik 3 vízsugár és kézi szerszámok segítségével megfékezték a lángokat, ezzel megakadályozták, hogy azok átterjedjenek a tetőszerkezetre. Mi az este folyamán olyan 10 óra körül hívott sógorom, hogy ő ég a lakás. Ugye abban a pillanatban jöttünk, de már akkor kim voltak a tűzoltók, a többi családtagok. De már akkor ugye oltották, de lángokba állt. Hogy mikor gyulladt ki pontosan, vagy mi okozta, azt nem tudni. Szomszédok semmit nem láttak, mert ugye a testvéremnek a férje szaladt le az anyukájáékhoz, hogy lángol a ház, és lejöttek, és azok hívták ki a tűzoltót is. A helyszínre mentők is érkeztek. A ház lakhatatlanná vált, a benne élő 4 ember rokonoknál helyezkedett el. Most a nagyszülőkhöz mentek a gyerekek, és ugye a nővérem az anyósáikhoz mentek. Hát ugye ott sincs olyan sok hely, nem tudjuk, hogy egyáltalán hova mehetnének, ami normális körülmény, úgy értve, ahol elférnek. A felújítás szerintem most, hát ebben az időszakban nem biztos, hogy lehetséges lenne, ugyebár, mert eléggé kiégett a lakás, de hogyha olyan támogatást kapnának, akkor persze az sem lenne akadály. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!